azzal, hogy is-is, kicsit megváltoztatják, kicsit nem. Emellett fogok érvelni, hogy miért és hogyan értelmezzük ezt. Mi kicsit empirikusabb leszek, mint Gergő kiváló előadása. Hagy utaljak ugyanakkor két mondattal az előadásra, csak hogy lássa, hogy miközben diszruptív technológiákkal foglalkoztam, figyeltem az előadásra. Az egyik az, hogy nagyon fontos mozzanat, mint egy kiegészíteném azzal, amit mondtál, a Wikipédia típusú tudások, mint megosztott tudások, és az ezzel kapcsolatos új társadalmi forradalom. Mi a mai evolúciós szemléletű pszichológiában úgy értelmezzük, hogy ez az új típusú társadalmi forradalom valójában egy eredendő, nem egy ősibb, hanem egy eredendő, mindig meglévő állapothoz való visszatérés. Megdöbbentő módon éppen egy magyar kutatócsoport, illetve egy lipcsei kutatócsoport, Thomas Ello és Magyarországon Csibra Gergely és Gergely György munkái mutatják ki, hogy a főemlősök, a többi főemlősökkel szemben az embercsecsemő és csak is az embercsecsemő kitüntetetten információosztozkodó lény. Tehát az, hogy mi megosztjuk egymással tudásainkat, és a tudások állandóan úgy tekintődnek, mint megosztottak, ez mi most úgy értelmezünk, hogy valójában az embernek egy különleges biológiai adottsága. Kemény szocializációban nem azt tanuljuk meg, hogy megosszuk egymással a tudást, hanem hogy elrejtsük. Ez egy kemény munka. Régen, 40 évvel azt gondoltuk, ezelőtt azt gondoltuk, hogy együttműködni és megosztani kell az iskolába tanítani a gyerekeket. Ma úgy gondoljuk, hogy az iskola és a család egyik nagy funkciója az, hogy megtanítsa, hogy ezt ne csinálja. És most az új technológiák majd visszahoznak. A másik megjegyzésem az a Szigettel kapcsolatos. Ez... hogy mondjam, nem csak a, szóval a különböző tudás összehangoló eszközökkel és tudások közös megkonstruálásával és az ebben keletkező áltudásokkal még a nagyon nehéz, kvázi diktatórikus körülmények között is küzdenek az emberek. Elnézést kérek, ha olyat mondok, ami talán szinte mindannyiótok számára ismerős. Annak idején a rendkívül nagy ellenőrzés közepette szerkesztett világirodalmi lexikonba, tessék megnézni, világirodalmi lexikonba a ténylegesen a szócikkeket író szerkesztők, a sok lektor, mondhatnám azt is, hogy cenzor közepette kíváncsiak voltak, hogy be lehet-e hülyeséget csempészni. A második kötetben van Balfasz, indonéz-arab költőről egy szócikk, tessék megkeresni. Minden lektoron és mindenen átment. Ez volt a, hogy mondjam, 70-es években az értelmiség bosszúja a cenzorok felett. Most megpróbálok lépegetni. Igen. Egy picit milyen keretekről szeretnék beszélni, de hogyan lép? Ja, így. Jó. Először szeretnék néhány szót mondani arról, hogy a hálózatkutatásnak milyen értelme van. Két mintája, és ebből a mi csoportunk melyik mintába az egóhoz kapcsolódó hálózatokhoz, és nem a nagy hálózatokhoz kapcsolódik. Néhány jellemzőt szeretnék ehhez az én köré szerveződő hálózatokról mondani. Általában, és azután majd utalok arra, hogy ez az új technológia körülményei között milyen értelemben modulálódik, és milyen értelemben nem változik. Az új technológiát illetően valójában két mondani valom lesz. Az egyik mondani való az, hogy egy picit kiterjeszti kapcsolatainkat az új technológia. Az igazi érdekessége azonban nem ez. Az igazi érdekessége az, hogy számos olyan kérdést, amelyet mind a Gergő által bemutatott szociológiai hagyomány a tudásintegrációról és a kapcsolatokról, kapcsolatok szerepéről ebben, mint pedig a szociálpszichológiai hagyomány régóta tud, és régóta hangsúlyoz, de ma az új technológia segítségével sokkal jobban nyomon követhető. Tehát nem mindig újat találunk ki az kütyük segítségével, hanem olyasmit tudunk pontosabban követni, amik régóta velünk vannak. Meg fogom mutatni, hogy milyen szerepe van az embert körülvevő, a személyünket körülvevő hálózatokban a rokonoknak és barátoknak, majd látni fogjuk, hogy miért fontos ez. Hát ez egy triviális dolog, nem minden hálózatkutatásban jelenik meg
triviálisan. Aztán megpróbálok néhány adatot mutatni arról, hogy az ember személyes vonásait, nem mindig a személyiségről lesz hagyományos személyiségpszichológiai értelemben szó, hogyan befolyásolják a minket körülvevő hálózatok mértékét, és azt, hogy kivel vagyunk, milyen érzelmi jellegű kapcsolatban. Ezen belül két mozzanatot fogok a mi kutatásainkból kiemelni, ami a pszichológusok, az itt levőek, meg általában a pszichológusok számára is ismerős, a kötődési stílus problémáját, hogy az hogyan modulálja és szűri kapcsolatainkat, másrészt hangulat és kapcsolatok viszonyát. Ugye van a mai világban egy olyan közismert hálózati kutatási modell, amit csak magyar neveket említve Barabási Albert László Vicsek tanár úr és Kertész tanár úr képviselnek, amely valahol abból az általános gondolatmenetből indul ki, hogy milyen, hogy mindenképpen a, hogy mondjam, a erőforrások befektetése, a kapcsolatban való erőforrások befektetése, legyen az a telefonálással eltöltött idő például, az valamilyen értelemben arányos a kapcsolatok fontosságával, és ennek megfelelően próbál óriási kapcsolathálózatokat feltárni. Ugye Vicsek és Kertész újabb munkájában sok milliárd, szó szerint sok milliárd telefonhálózat elemzéséből próbálnak átfogó hálózatokat kimutatni, és óriási erőfeszítéssel eljutnak oda, hagyj szabadjon ironikusan fogalmazni, több milliárd telefonhálózat, telefonhívás elemzésével, hogy érdekes módon a 40 és 50 közötti nők életében különleges szerepet kezd játszani egy konkrét másik nő, ugye anonimitásban nem lehet tudni, hogy ki, de egy konkrét másik nő, aki 20-30 év között van. Lehet, hogy ez a lánya? Ez a Science-ben megjelent rendkívül nagy felfedezés. Érted? Na most mi máshogy indulunk ki, mi megkérdezzük, hogy a lányodat hívod-e föl. Mert nem 4 milliárd, hanem csak néhány száz ember telefonhívásait és kapcsolatait elemezünk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az fölösleges eljutni ahhoz a hipotézishez, hogy lehet, hogy a lánya, mert ugyanakkor 40-50 közti férfiaknál nincs ilyen, hogy egy kitüntetett nő, mert az ember nem hívja a mobilján a barátnőjét, mert az észrevevődik otthon, ugye? Hát vannak ilyen tényezők. Na most, tehát a másik megközelítés az valójában az egóból indul ki, abból, hogy mindannyiunkat valahogy burokként kapcsolatok vesznek körül, akik a kapcsolatok számunkra információforrások, Gergőtől ezt hallottuk, de ugyanakkor támaszforrások is, és érzelmi erőforrások is. A kapcsolatokból természetesen csoportok lesznek, és így tovább. És mi ezeknek az egyes embert, mint egy burokba vevő, burkoló kapcsolatoknak a természetével foglalkozunk. Természetesen nincs új a nap alatt, ennek a mozgalomnak régi sztárjai vannak, ugye Mérei Ferenc vagy Moreno, amit a modern hálózatkutatás a szociometriához képest behoz, hogy mi nem zárt csoportokkal foglalkozunk, mint szegény Mérei világában sokszor a börtönökben levő csoportokkal, hanem nyitott csoportokkal, és ilyen értelemben az ember nyitott világrendszeréhez jobban közelítünk. A szociometriától mindazok a kutatások, amiket bemutatunk, abban különböznek csak, hogy még egy szociometriában bemegyünk egy iskolai osztályba, és minden gyerek véleményét, minden, de csak az abban az osztályban levő gyerekről kérdezzük, mi egy-egy ember véleményét kérdezzük összes kapcsolatáról, nem csak a munkatársairól, hanem bárkiről, akivel egyáltalán kapcsolatba kerül. Ezt egyszerűen a modern technológia könnyebben teszi lehetővé. Gergő is említette előadása bevezetőjében, hogy a kapcsolat rendszer alakulásának egyik evolúciós metaelméleti keretét Robin Dunbar felfogása
Hirdeti Dunbar egy igazi antropológus, azért mutatom itt be a főemlősöket, mert ő eredetileg hosszú évtizedeken keresztül Afrikában majmokkal és főemlősökkel foglalkozott, aztán Angliába visszatérve rájött arra, hogy az embert is lehet ugyanúgy kezelni, mint a főemlősöket, ugyanazok a kérdések felvethetők az emberekkel kapcsolatban is. Például az, hogy mennyi időt tölt, kivel, és így tovább. Dunbar eredeti kutatásaiban két nagyon furcsa regressziós egyenesből indul ki, aminek körülbelül az a lényege, hogy ha az ember felé haladunk ki a majmok felől, akkor az emberhez közeledve az agytérek, illetve az úgynevezett új agytéri réteg megnövekedésével ténylegesen együtt élő csoport mérete megnő. Ebből aztán az emberre nézve egy extrapolációval azt következtet ki, hogy az ember valójában 140-170 másik emberrel tud együtt éldegélni. A másik regressziós egyenes azt mutatja ki, hogy ezzel párhuzamosan, hogy megint 3 millió évtől mostanáig az emberig haladunk, a mai embernél, de már a neandertali embernél is, körülbelül az éberidőnk 40%-át kommunikációval töltjük. Iszonyatos mennyiségű. Erre azért van szükség, mert ha 140-150 fős csoportokban vagyunk, csoportokon belül sok klik lesz, a klikkek közötti harcokat menedzselni kell, és így tovább. A nyelv, Dunbar felfogása szerint, a beszélt nyelv azért jött létre, mert az, amit ezek a csimpánzok csinálnak, egymást kurkázzák, az nem elég hatékony dolog, mert két kezem van, legfeljebb kettővel tudok foglalkozni, míg pletykálkodni 7-8 embernek is tudok. Sokkal hatékonyabb ennek a 40%-os időnek az eltöltése. Nem fogunk ezentúl majmokról beszélni, csak a hátteret mutattam meg, de bár a majmoktól áttér az emberekre is, és azt mondja, hogy az embereket valójában néhány tucat barátjáról, illetve kapcsolatáról kérdezzük ki mindenki véleményét, majd a konkrét vizsgálatoknál megmutatom, hogy ez ugyanakkor nagyon sokat jelent. Tessék elképzelni, hogy valakit először megkérdezünk, hogy mondja el, hogy kivel találkozik hetente, ugye? Egyenetlenebb. Vannak olyan rokonaink, akikkel sűrűn találkozunk, például a feleségünk, akikkel sűrűn találkozunk, vannak olyan rokonaink, amikkel nagyon keveset találkozunk, és így tovább. Mindegyik esetben, ezt megint csak illusztrációként mutatom, miközben Dunbar ilyen titokzatos számokról beszél, hogy mekkora közegek vesznek körül különböző kapcsolatsűrűséggel, ez most a legnagyobb. Van egy Dunbar szám, sőt, Dunbarnak van egy saját könyve arról, hogy mégis igaz a Dunbar szám, az a címe a könyvnek, hogy hány barátom lehet tényleg, és azt mondja, hogy 150-nél úgy se lehet több. Na de, tessék megnézni, hogy ha még ezt el is hiszük, mint egy biológiai korlátot, óriási megosztás. Van, akinek csak 20 barátja van, van, akinek 100, van, akinek 200. A pszichológusok az érdekli, hogy vannak-e egyéni vonások, amelyek az eloszláson belül meghatározzák, hogy ha itt van, vagy itt van. Tehát miközben mi nem kritizáljuk Dunbar átfogó elméletét, arra vagyunk kíváncsiak, hogy a megoszlásban milyen moduláló faktorok lehetnek? Az EGRI főiskolán egy kis csapatban dolgozunk, Unoka Zsolt a pszichiátriai klinikáról,
Berán Eszter a Pázmány Egyetemről, Sokis Péter és Rákszalnak Egerben dolgoznak, Kardos Péter pedig a New School for Social Research-be, illetve a Boston University-n. Hát ez csak úgy, és támogat minket egy támogat projekt, ezt majd meg lehet nézni részletesen. Ugye valójában arról szeretnék egy picit beszélni a középső mozzanatról, hogy milyen pszichológiai meghatározók vannak a háló méretében, az egyéni vonások hogyan határozzák meg, hogy kinek mennyi barátja van, és milyen szoros kapcsolatban velük, illetve a kapcsolat minőség problémájáról. Ugye, a mai pszichológiai szempontú hálózatkutatás is sokszor átveszi a barabási, vicsek, kertész, stb. Típusú nagyhálózat megközelítést, és nem foglalkozik a minőségekkel. De hát mindannyian tudjuk, hogy vannak minőségek. Lehet, hogy én naponta 12-szer váltok SMS-t vagy e-mailt a főnökömmel, de attól még nagyon utálhatom őt. A modern hálózatkutatásban ez egy vastag vonal lesz kettőnk között, és 12-szer váltok SMS-t a barátnőmmel, és azt meg nagyon szeretem. Tehát valahogy mi ezt a kapcsolatminőség mozanatot is szeretnénk behozni. Ugye az egyik érdekes probléma, és ez érinti a kütyüket és az IKT egész problémáját, hogy vajon mi történik akkor, ha embereket kapcsolataikról kérdezünk, kicsit különböző módszerekkel, az A és B módszernek az eltérése valójában az, hogy valakit megkérdezünk, hogy mondja meg egyáltalán, sorolja fel összesen a barátait, másik esetben pedig ilyen rétegzetten sorolja fel azokat a barátait, akivel minden nap kapcsolatban van, akivel minden héten, akivel ritkában, és így tovább. Rácz Anna vizsgálatai azt mutatják, most képzeljed el, hogy megcsinálod ezt a vizsgálatot. Jó, unalmas vizsgálat, egy jó 50 percig tart, 50 perc óta írod a barátaid neveit, és egyszer csak azt mondják, hogy vedd most elő a mobiltelefonodat, és írd be azokat, akik nem jutottak eszedbe. Nem jutottak eszedbe. Lényegében az derül ki, hogy a kütyük segítségével kicsitlenül nagyobb a hálózatunk, mint kütyük nélkül, de csak felszínes kapcsolatok jutnak eszünkbe. Tehát a külső, hogyha azokra a dambári koncentrikus körökre gondolunk, a koncentrikus körök külső részéből fog több eszükbe jutni az embereknek mindkét technikával használva. Mindkét technikát alkalmazva, tehát a rétegzett és az egységes kikérdezést. Számos vizsgálat van a szakirodalomban, amely dimenzionális értelemben vett személyiség változók hatására kíváncsi a kapcsolat méré. Ugye mondtam, hogy minket, mint pszichológusokat az érdekel, hogy a megoszláson belül hol vannak a különböző lehetséges meghatározók. Általában például azt találjuk, hogy azok a személyek, akik nagyon öntudatosak, nagy önmonitorozó, metakognitív funkciójuk van, sokkal nagyobb személyes hálóval rendelkeznek. Általában nem meglepő módon az extrovertált személyek nagyobb hálózattal rendelkeznek. Ugyanakkor ezt igazából kételyel kell kezelni, mert éppenséggel Dunbar csoportja azt is kimutatja, hogy mindezt, különösen az extroverzió hatását az életkor közvetíti, hogyha az életkor hatását kivonjuk, akkor az extroverziónak egy kicsit kétes a hatása. Ugyanakkor, ha egy picit a használatok minőségét tekintjük, akkor már van összefüggés. Általában igaz az, hogy a technológiai eszközöket az extrovertált férfiak sokkal inkább szórakozásra használják, mint az introvertált férfiak. A neuroticitás tekintetében pedig a neurotikus nők azok sokkal többször használják az internetet információk keresésre és kérdezésre, és így tovább. Tehát ki lehet alakítani egy olyan szép képet, nem fogok ebben több időt tölteni, mert nem ez a mi különleges érdekességünk, egy olyan szép képet, ahol a úgynevezett nagy öt személyiség dimenzió valahol modulálja a használatokat is, meg a hálózatok méretét.
bocsánat, rossz gombot nyomtam le. Unoka Zsolt, Berán Eszter és Kardos Péter vizsgálatai arra voltak kíváncsiak első szinten, hogy a különböző szerepkapcsolataink hogyan jelennek meg a támogató csoportban. Ez a támogató csoport, ez a maximum 30 fős csoport. Ugye azt találjuk, hogy ha megnézzük, azután, hogy te megnevezted, hogy Kis Lajos meg Nagy Mária, képzeld el, hogy a vizsgálatban utána megkérdezzük, hogy ez ki neked, ez a Kis Lajos meg Nagy Mária, ugye azt fogjuk találni, hogy a külső csoportban nagyon sok a barát, a támogató csoportban, a ténylegesen közeli támogató csoportban sok a barát, de viszonylag sok a rokon is, és a rokonokon belül különböző funkciókat különítünk el. A vizsgálatokban mi meglehetős munkaigényes módszerrel arra voltunk azután kíváncsiak, hogy nem a dimenzionálisan tekintett személyiség, tehát hogy én nyitott vagyok, társaságkedvelő, blablabla, bla, vagy szorongó, félénk, visszahúzódó, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy miután egy személy megjelölt körülbelül 30-40 embert, mint kapcsolatát, ezeket a kapcsolatokat egyenként végig kérdezzük, hogy amikor ezzel az emberrel vagy együtt, akkor mindig jól érzed magad. Amikor ezzel az emberrel vagy együtt, Kis Lajossal, akkor időnként előfordul, hogy unatkozol. Amikor Nagy Máriával vagy együtt, akkor mindig ideges vagy. Amikor Balogh Eszterrel vagy együtt, akkor mindig úgy érzed, hogy már szeretnél valahova máshova elmenni, és így tovább. Tehát ez egy nagyon munkaigényes dolog. Egy-egy kapcsolatban 9-17 különböző hangulati kérdést tettünk fel. Ezeknek egy része a kötődés problémájával kapcsolódik. Ugye általában a mai személyiséglélektanban a kötődés egy rendkívül fontos vezérmagyarázó elv. Én cinikusan azt szoktam mondani, nem szeretik a pszichoanalitikus barátaim, hogy ez az a morzsa, amely a pszichoanalitikus elméletből világosan és stabilan megmaradt, mint magyarázó elv. A kötődés elmélet eredetileg a gondozó, többnyire az anya, és a gyermek közti kapcsolatok szilárdságára, ambivalenciájára, az ezzel kapcsolatos konfliktusokra, illetve bizalomra vonatkozó elmélet volt. Mára azonban, ezt most a kapcsolat, hogy mondjam, a hálózatkutatásra teljesen függetlenül, kimutatjuk azt, hogy ezek a kisgyerekkorban kialakult kapcsolati minták évtizedeken keresztül befolyásolják kapcsolatainkat, évtizedeken keresztül befolyásolják házasságkötési, partnerkeresési mintázatainkat, és így tovább kapcsolataink megélését, az, hogy mit várunk a többiektől, és így tovább. Most mi arra voltunk kíváncsiak, nem általában, hogy mondjuk egy biztonságosan kötődő embernek sok-e a barátja, meg ilyesmi, hanem majd arra, hogy Kovács Mária Nagy Lajossal biztonságosan kötődik-e. Azért röviden összefoglalom a szakirodalmat. Általában a szakirodalom azt mutatja ki, hogy a biztonságosan kötődő emberek, azok nagyobb társashálóval élnek, a társashálóval ténylegesen élnek, valóban kapnak támogatást az emberektől, amikor stressz helyzetben vannak, ténylegesen kérnek támogatást, és a támogatással elégedettek. A durván nem biztonságos kötődő, ugye tudjuk, ennek különböző altípusai vannak, de a nem biztonságosabb kötődő emberek, kisebb szociális hálójuk van, amikor mások segítenek nekik, nem veszik észre, panaszkodnak, hogy engem nem segít senki, és mondod neki, hogy de ne viccelj, már tegnap is fölhívtalak, hogy ne hozzak-e valamit a boltból. Ja, az más, az nem érdekes. Ugye ismerjük az ilyen embert. Most ezekre a valóságos élethelyzetekre kérdezzünk rá. Ugye, kevésbé elegedettek, tehát nem csak, hogy kevesebb kapcsolatuk van, hanem állandóan nyafognak, hogy nem, engem nem szeret senki. Ez úgy van, de hát Istenem. A mi vizsgálatunkban, tehát az egy-egy személy, ezek a személyek, ezt fontos hangsúlyozni, szemben a Gergely által, vagy Gergő által emlegetett reprezentatív mintákkal, egyetemista, illetve főiskolás mintákról van szó, medikusokról, illetve az EGRI főiskola diákjairól. Tehát ez egy eléggé szelektált értelmiségi minta, mert
egy-egy vizsgálat 3 órát tart. Szóval azért, és akkor mivel ez beszámít a gyakorlati jegybe, jobban hajlandok megcsinálni. Na most azt találjuk, hogy a kötődési modellnek igen fontos prediktív értéke van a konkrét kapcsolatokra. Azokkal az emberekkel vagyok közeli kapcsolatban, akikkel nekem biztonságos a kötődésem. Tehát mi nem azt nézzük, hogy általában biztonságos-e Nagy Lajos kötődése, hanem Nagy Lajos kötődése Kis Verához biztonságos-e. A kapcsolati modellek, ez Alan Fiske elméletéből származik, a kapcsolati modellekkel próbáltuk meg tisztázni azt, hogy ki mennyire érzi sharing típusúnak ez a közösségi megosztás, illetve valamilyen, ha én adok neked egy sört, akkor tegnap meg, holnap meghívsz egy kávéra, ugye ez lenne az egyenlőség összemérés. A sharing pedig az, hogy otthon a gyerek nem kér engedélyt a szülőktől, ugye jégszekrényből kivegye a kólát vagy a tejet, ugye? Azt találjuk, ezeknek a modelleknek, nem fogom a regressziós számokat elemezni, tehát néhány száz fős egyetemista csoportnál, ugye azt találjuk, hogy minél közelebbi valaki hozzám a kapcsolatba, ez azt jelenti, hogy minden nap találkozom vele, minden nap szeretnék találkozni, és így tovább, sokkal jellemzőbb lesz kapcsolatunkra a biztonságos kötődés és a közösségi megosztás. Longitudinális vizsgálatokkal próbáljuk majd tisztázni, hogy ez illúzió-e. Hiszen, gondoljuk végig, vannak, nem nagyon vannak olyan idősek, mint én, de ez azt jelenti, hogy körülbelül a 20 éves egyetemisták azt mondják magukról, hogy én azokkal vagyok jobba, akikkel mindenben osztozkodni lehet, és akikkel mindig mindenben meg lehet bízni. Ez teljesen ilyen hippikorszaki ideál, érted? A 60-as évek ideálja. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez egy vélelem, vagy egy valóságos dolog. De minden esetre leíró módon a közelséggel csökken a félelemteli kötődés, és csökken a tekintély szerepe. Egyetemisták azokat az embereket, akik számukra tekintély személyek, nem érzik magukhoz közelnek. Jó. Egy másik mozzanat, elsősorban Soltész Péter munkája a mi kutatócsoportunkban, az, hogy vajon akinek sok barátja van, jókedvű-e általában, vagy annak hatására, hogy jó vagy rossz kedvűek vagyunk, több kapcsolatunk van-e egyáltalán. Ugye, vajon az ember megélt jól léte, azaz abban az értelemben vett jól lét, amit itt ebben az épületben, meg a Izabella utcában Olá Attila csoportja is kutat, tehát ez pozitív pszichológia terminológiában használt well-being, pszichológiai jó közérzet, hogyan függ össze a hálózat méretével. Bocsánat. Ugye, azt találjuk, hogy milyen típusú kérdéseket? Hagy mutassak néhány kérdést. Ugye, mennyire tartva valószínűleg, hogy Béla nevű ismerése, azt már, hogy Béla, már ő mondta, hogy Béla a haverom, hogy Béla nevű ismerése szándékosan rosszat akarnak önnek, vagy kihasználná. Milyen mértékben érzi az, hogy megbízhat Katiban, szavaiban és ígéreteiben? Mennyire látják hasonlóan a világot apuval? Mennyire fél attól, hogy nagynéném elhagyja önt, és így tovább? Megint csak regressziós modelleket használva, ugye azt találjuk, hogy jó közérzetünket nagyon megszabja a kapcsolatokban meglévő vélt hasonlóság. Azokkal az emberekkel érzem jól magamat, akikről úgy gondolom, hogy hasonlóak hozzám, és azokkal, akikről úgy gondolom, hogy visszajönnek a bizalmammal, és könnyen elhagyhatnak engem, nem érzem jól magamat, ebben különböző bonyolultságú modellekkel, de végül is azt demonstrálják az adataink, hogy az észlelt, az valakinek a jelenlétében észlelt
jó közérzet annak a függvénye, hogy mennyire tartom biztonságosnak a kapcsolatot, és mennyire tartom azt a másik embert hozzám hasonlónak. Vagyis a hangulatot elég határozottan megszabják a kapcsolatot. Természetesen, mint társadalomtudósok tudjuk, hogy egy ilyen keresztmetszeti vizsgálatban sok cirkulus vitiózus magyarázat felmerülhet. Lehet, hogy fordítva van, lehet, hogy a hangulatok szabják meg a kapcsolatot, és nem a kapcsolatok a hangulatot. Mindenesetre összefoglalva, amit mi most egyelőre kimutattunk, az összesen néhány száz emberrel, egy-egy embert 3-4 óráig gyötrő vizsgálatokkal. Egyrészt az, hogy az új kütyük egy kicsit tágítják emberi kapcsolatai hálóinkat, de csak a széleken, nem a bizalmi rétegekben. Általában a fiatal nemzedékben, 20 éves értelmiségiekről van szó, a barátok fontos támogató csoportot alkotnak, és a minőségi jellemzőkben a konkrét személlyel való kapcsolaton biztonságossága és a konkrét személlyel való hangulat és személyiség kongruencia fontos meghatározó tényező. Most még egyszer bemutatom, hogy milyen szép közegbe csináljuk a vizsgálatokat, és így tovább, és újra, hogy kik. Köszönöm szépen a türelmet. És a